Három évtizeddel ezelőtt mutatták be a filmet, ami talán örökre megváltoztatta az emberek horrorról alkotott véleményét. Sztár csinált Anthony Hopkinsból, és egy rakás folytatást és kapcsolódó sorozatot vialt. Videónkban bemutatjuk, hogy készült el a bárányok hallgatnak. Horrort készíteni egyszerre hálás és hálátlan feladat egy filmes számára. Hálás, mert általában olcsón és gyorsan elkészíthető, és ha rezonál a közönséggel, akkor folytatások tömkelegét lehet gyártani hozzá, és az ego számára sem utolsó dolog, ha az ember úgy tekinthet vissza karrierére, hogy abban egy ikonikus karakter megalkotása is helyet kapott. És hálátlan, mert ugyan jó pénzeket lehet keresni vele, a kritikusok és a szakma a legritkább esetben emelik a műfaj filmjeit piedesztárra. Most azonban egy ilyen ritka kivétel történetét meséljük el nektek. Egy kezünkön össze tudjuk számolni az oszkáról jól szereplő horrorokat. Az első legjobb film jelölése például egészen a 70-es évekig kellett várni. Az ördögűző ledöntött egy régóta fennálló tabut, és bár ezt követően elő előfordult, hogy egy horror is ott a legjobb filmek versenyében, arra mindössze egyszer volt példa, hogy a díjat is elnyerje. Ez az egyszeri alkalom pedig az 1992-es díjkiosztón esett meg. No de inkább kezdjük az elején. Thomas Harris 1988-ban írta meg a Bárányok Hallgatnak című regényt, mely egyébként az 1981-es Vörös Sárkány folytatása. Mindkettő sikeres volt még hozzá olyannyira, hogy 1986-ban Embervadás címmel már filmadaptáció is készült első művéből, melyen hiába dolgoztak olyan nevek, mint Michael Mann a rendezői székben, vagy mint Brian Cox a főszerepben, se a kritikusok, se pedig a nézők körében nem maradt osztatlan sikert. De egy projekt kudarca egy másik sikerét jelentheti, mint az történt jelen esetben is. A bárányok hallgatnak története ugyanis túl jó volt ahhoz, hogy ne adaptálják a nagymászorra, viszont így, hogy az első próbálkozás megbukott, lényegében előről lehetett kezdeni mindent. A regény jogait az Orion Pictures vásárolta meg még annak hivatalos megjelenése előtt, akik a kor egyik legnagyobb sztárjával, Gene hackman közösen kezdtek el dolgozni a filmváltozat megvalósításán. Hackman számára már csak azért is különleges projekt volt ez, mert ezt tervezte rendezői bemutatkozásának, ami végül egyébként sosem valósult meg. Egyike a leginkább filmszerű könyv amit valaha is olvastam. Ahogy haladtam előre a történetben, az egész film összeállt a fejemben. Nyilatkozta a jogok megszerzésének idejéhekben, aki a rendezés mellett producerként, és ami még fontosabb, Hannibal Lecter szerepében is részt vett volna a filmben. Bár nem sokkal később már inkább az FBI-t vezető Jack Crawford eljátszására pályázott, míg Clarice Starling megformálására Michelle Pfeiffert nézte ki, az emberevő pszichológus szerepét pedig felajánlotta John Hurtnek. A szereplőgárda egyszerűen pazarul nézett ki, a finanszírozással sem volt probléma, ráadásul Lecter karakterének jogait ingyen megkapták az embervadásszal elhasonló producertől, Dino De Laurentiis-től. Sőt, Ted Tully már 1987-ben a regény megjelenése előtt elkezdtetett dolgozni a forgatókönyvön, mivel idő előtt kapott egy példányt a még kiadásra váró írásból. Minden adva volt tehát a tökéletes filmhez, csak egy valami nem stimmelt. Az időzítés. Gene Hackman épp akkoriban alakított Oscar jelölést érően egy FBI ügynököt a lángoló Mississippi-ben, ami finoman szóval sem volt túl vidám film, de a bárányok hallgatnak még erre is rálicitált volna hangulat tekintetében. Hackman tehát úgy érezte, hogy most valami másra van szüksége a karrierjének, így kiszállt a projektből, ami nélküle hajszál hián dugába dölt. Szerencsére az Orion Picturesnél úgy vélték, még nincs veszve minden. Azt mondták a forgatókönyvvel épp fél utoljáró Tettellinek, hogy nyugodtan folytassa csak az írást, majd kitalálnak valamit. Megoldják a pénzügyi problémákat, és kerítenek egy új rendezőt is. Nem kellett sok idő, már is ott volt a fedélzeten Jonathan Demi, aki addigi munkásság alapjános, hát nem igazán tartozott a rendezői nagyligába. Én biztosan nem ajánlottam volna fel magamnak a lehetőséget, viccelődött később Demi, mivel egyszerűen semmi olyat nem tudott filmográfiájában felmutatni, amiről Ordin volna, hogy ő a tökéletes kiszemelt egy ilyen horror elemekkel tarkított krimi thriller megrendezéséhez. A filmes persze megragadta a lehetőséget, és a regény elolvasása után rábólintott a felkérésre, és onnantól kezdve eléggé simán is mentek a dolgok. De mi lényegében nem szólt bele munkájába, szóval a forgatókönyv mindenféle komolyabb módosítás nélkül elkészülhetett, a forgatás pedig 1989. novemberében el is kezdődhetett. Demi szerette volna, ha az eredetileg kiszemelt Michelle Pfeiffer el Clary Starlingot, dacára annak, hogy az akkor már 34 éves színésznő kicsit idős volt az akadémiáról frissen kikerült ügynöknő szerepére. Pfeiffer azonban Gene Hackmanhez hasonlóan túlságosan sötétnek ítélte a film tónusát, amivel egyszerűen nem tudott mit kezdeni, ezért aztán ő is kiszállt. Demi ezután megkereste Meg ryan aki szintén nem volt túlságosan kibékülve a film tematikájával, szóval passzolta a lehetőséget következett Laura Dörnak akit viszont az Orionnál nem tartottak elég nagy névnek ahhoz, hogy neki adják a szerepet. Így került a képbe Jodie Foster, aki egyébként is lobbizott Clarice játszásáért, mivel korábbi élettapasztalatai miatt nagyon közel érezte azt magához. A taxisofőrrel hamar jött siker után zaklatták és meg is fenyegették, méghozzá úgy, hogy két alkalommal is az FBI védelmére szorult. Demi igazi nagyágyút szemelt ki Dr. Hannibal Lecter eljátszására, Sean Canerit. Az egykori James Bond azonban visszautasította a felkérést, sőt, egyszerűen visszataszítónak nevezte a forgatókönyvet. A nemleges válasza után olyan nevek repkedtek ötletgyanánt, mint Al Pacino, Robert De Niro vagy Daniel Day-Lewis, de végül Anthony Hopkins kapta meg a lehetőséget, dacára annak, hogy a készítők nem látták benne azt a bizonyos box office potenciált, amivel a nézőket a mozikba lehet csalogatni. Hopkins ekkoriban épp Londonban játszott az M. Butterfly című darabban, amikor az ügynöke elküldte neki a forgatókönyvet. A színész a címét látva megkérdezte, ez valami gyerekmese? Aztán végül tíz oldal elolvasása után már egészen más gondolatok kavarogtak a fejében. Hopkins el sem hitte a szerencséjét, rá kellett kérdezni az ügynökénél, hogy ez egy valódi ajánlate, ugyanis ez alatt a néhány oldal alatt is világosá vált számára, hogy épp most ajánlották fel neki élete legjobb szerepét. Jack Crawford karakterének megformálására pedig Scott Glenn jöhetett, aki nagyon komolyan vette a felkészülést, és meghallgatott néhány hangfelvételt, melyeket Lawrence Bittaker és Roy Norris sorozatgyilkosok készítettek, miközben közben megkínoztak és megerőszakoltak egy 16 éves lányt, akit Halloween estéjére raboltak el. Glent annyira megviselték a hallottak, hogy megváltoztatta addigi liberális véleményét a halálbüntetés eltörléséről. A mai napig előfordul, hogy kellemetlen álmok kísértenek azok miatt, amiket akkor ott megtudtam, nyilatkozta a színész. A fiatal FBI ügynök szerepére felkért Jodie Foster egyébként is tisztelte az ügynökség munkáját, és a már emlegetett élettapasztalataiból merítkezve fontosnak tartotta, hogy a lehető leghitelesebben mutassák be munkájukat. Ezért ő maga is egy valós FBI ügynökről, az akkor 33 éves Mary Ann Crossról mintázta a karakterét. A két hölgy még találkozott is egymással Quantico-ban, az FBI kiképzőközpontjában, ahol a színésznő a többi ügynök jelöltel megegyező fizikai és mentális kiképzést kapott több hetes ott léte alatt. Rajta kívül a Mindhunter című sorozat egyik főszereplői tihlető sorozatgyilkos specialista, John E. Douglas is többször találkozott Fosterrel, hogy szaktudásával segítse a színésznőt a felkészülésben. Anthony Hopkins sem vette félváról az előkészületeket. Ő is rengeteg bűnügyi aktát tanulmányozott, sőt, ezeken felül több börtönt és bírósági tárgyalást is meglátogatott, hogy felkészüljön a szerepre. Hannibal Lecter karakterének megalkotásába is sok energiát fektetett, hogy minél félelmetesebbnek tűnjön a vásznon. Ehhez egyfelől bármilyen furán is hangzik a gyerekkorából merített ihletet. Kisgyerekként gyakran meséltem a környékbeli lányoknak Drakuláról, és ezt a <tosz> csináltam mellé a számmal, melyel mindig garantált volt a sikítva menekülés a részükről. Nyilatkozta a színész, aki legter hangjához egy másik film klasszikusból, a 2001 űrodüsszejából ismerített némi ihletet. De az abban a filmben Douglas Rain hangján megszólaló Hell 9000 mellett Catherine Hepburn és Truman Capote orgánuma is fontos inspiráció volt a színész számára. A film másik sorozatgyilkosát a fiatal lányok bőrére hajtó Buffalo Bilt megformáló Ted Levin is teljesen áttényegült a szerepkedvéért. A karakterhez számos sorozatgyilkos gyúrt egyé, mint például Ed Gaint, aki a filmbéli Billhez hasonlóan maga is csinált egy női ruhát. Az áldozatait külön erre a célra kialakított pincéjében tartó Gary Heidnik úgy szintén fontos inspirációként szolgált a színész számára. Levin ezen felül gyakran látogatott transvestita valamint a 80-as évek feminin, de paradox módon egyben férfias rockstárjainak kinézetéből ismerített ihletet. Ami pedig a híres tánc jelenetét illeti, valamennyire az is saját találmány. Szinte valamennyi mozdulatát improvizálta, és még a Demi által kiválasztott zenét is megváltoztatta a Goodbye Horses-ra, mivel a színész szerint az jobban illette ehhez a felkavaró jelenethez. Jodie Foster a rájellemző profizmussal vetette bele magát a forgatásba is. Ő és Anthony Hopkins lényegében nem is beszélgettek a munkaszünetekben, mivel a színésznő meglehetősen félelmetesnek találta Velszi kollégáját. Mint az a forgatás egyik utolsó napján kiderült, Hopkins hasonlóan érzett kolléganője irányába, de nem kell aggódni, azóta már jó kapcsolatot ápolnak egymással. Foster egyébként Ted Levint is szándékosan kerülte, de a színész szerint ez így volt jól, ugyanis ő az antagonistát játszotta, míg kolléganője a főszereplőt, szóval nehezebb lett volna a munka, ha a forgatás során összebarátkoznak. A Bill áldozatát alakító Brooks Missel azonban teljesen más volt a helyzet. A szerep kedvéért több mint 10 kilót hízó színésznő folyton fogva tartójával lógott. Smithnek nagy szerepe volt abban, hogy a bárányok hallgatnak forgatásán teljesen ellentétes hangulat uralkodjon, mint ami végül a filmből visszaköszön. A színésznő úgy nyilatkozott, hogy lényegében mindenből viccet csináltak, és ezt egyébként Jonathan Demi is támogatta, mivel ez megkönnyítette a munkát. Ennek jegyében a stábtagok rendszeresen bárányhúst és még egy társasjátékot is csináltak a díszletek tervrajzából, amit Buffalo Bill eredeti filmbéli neve után Gump Game-nek neveztek el, és amelynek Catherine megmentése volt a célja. A forgatókönyvet író Elli arról is mesélt, hogy noha a bárányok hallgatnak műfaját tekintve horror is, Jonathan Demi szándékosan kevés erőszakos jelenetet tett a filmbe, vagy legalábbis nem mutatta nagyon azokat, mivel azt szerette volna, ha a pszichóhoz hasonlóan a közönség ezúttal is a fantáziájával tölti ki a nem látható részeket. Ez már kezdetektől fogva sarkalatos pont volt a rendező számára, aki az egyik első találkozásuk alkalmával fel is vázolta mindezt Az író egyébként a történet eredeti végét is megváltoztatta, mivel túl tétnek érezte a záró jelenetet, melyben szándékai szerint azt láthattuk volna, ahogy Lekter egy igényes irodából telefonál Clarisszel, miközben narancsot hámoz. A beszélgetés végeztével pedig kiderült volna, hogy Dr. Chilton irodájába járunk, akit Lekter már el is kapott. A film pedig azzal a Chilton felé irányuló kérdéssel ért volna véget, hogy kezdhetjük. Noha a forgatókönyv elég könnyen megszületett, és a hangulat is jó volt a teljes forgatás alatt, azért így sem kerülték el a stábot a gondok. A filmben fontos szerepet kapó halálfejes lepkéket nem is volt olyan könnyű beszerezni. A feladattal megbízott Ray Mendeznek egy kis kreativitásra is szüksége volt, ugyanis a kiszemelt fajból mindössze egy kolónia volt elérhető, ami sajnos a forgatás idején épp valamiféle vírusfertőzéstől szenvedett. Így a történetben szerepet kapó szenderféle helyett egy rokon faj egyedeit kellett úgy elmaszkírozniuk, hogy a torrészükön található híres neves halálfe is felismerhető legyen rajtuk. Az egyik legkimerítőbb rész az látó szemüveges végjáték leforgatása volt. A Buffalo Bill nézőpont rögzített képsorok felvétele összesen 22 órát vett igénybe. A Bill lakásában forgó jelenetek egyébként is a legmelósabb részei voltak a filmnek. Az alaksor alapjául egy már nem működő Pittsburghi repülőgép alkatrészgyár szolgált, ezt tudták ugyanis több kialakítani úgy, hogy a benne található gödör több helyről is megközelíthető legyen, azaz, hogy a fogva tartott lányt alakító Brooke Smith-nek ne kelljen folyton leereszkednie bele. A színésznő azonban még így is úgy nyilatkozott, hogy lelkileg is eléggé megterhelő volt a gödörbe játszódó jeleneteket forgatni. A forgatás végeztével még egy nagyon fontos momentum hátra volt: a megfelelő zenei aláfestés megkomponálása, mely feladattal a producerek Howard Short bízták meg. Az 1990. nyarán Münchenben felvett taktusokról Shore úgy nyilatkozott, hogy próbáltam úgy megírni a zenét, hogy az tökéletesen illeszkedjen a film szövetébe. Amikor az ember mozizik, fel sem tűnik neki, ha szó közben a zene, ugyanis a film minden érzékedre egyformálhat. A fények, a fényképezés, a díszlet, a színészi játék és a zene együtt adják az élményt. Jonathan Deminek pedig nagyon határozott elképzelései voltak a zenét illetően. A filmet végül 1991. február 14-én mutatták be széles körben az USA-ban, noha nem nevezhető épp ideálisnak Valentin napi mozizáshoz. Első hosszú hétvégéjén 14 millió dollárra szerezte meg a bevételi lista első helyét, melyet további 5 héten át meg is tartott. Sosem volt kimagasó érdeklődés az irányába, ellenben mozis pályafutása alatt végig szépen tartotta magát, így végül világszinten 273 millió dollárig jutott, melyel az év ötödik legjobban teljesítő filmje lett. De az igazi nagy durranás több mint egy évvel a bemutatóját követően a 64. Oscar Gálán várt Jonathan Demi rendezésére, ahol a bevezetőben is megemlített legjobb film díján felül még további négyet zsebelt be, ráadásul nem is akármilyeneket. A bárányok hallgatnak lett a film történelem harmadik, és mindez idáig utolsó olyan filmje az Ez történt egy éjszaka és a a fészkére után, ami mind az öt királyi kategóriában nyerni tudott, azaz megszerezte a legjobb filmnek, rendezésnek, forgatókönyvnek, férfi és női főszereplőnek jár. Díjat. Igaz, ehhez egy picit azért csalni kellett. Anthony Hopkins ugyanis nem mondható igazi főszereplőnek, lévén mindössze 16 percig látni csupán az egyébként két perc hiány két órás filmben. A jelölések során az akadémia tagjai döntenek arról, hogy kit milyen kategóriába jelölnek, szóval ha lényegében mellékszereplőként főszereplő jelölést kap valaki, az szinte biztos, hogy írhatja a köszönőbeszédét. Sajnos a jó mozis és díjszezonos szereplés ellenére is érték támadások a bárányok hallgatnak ott Buffalo Bill figurája miatt, akit sokan meleg, transexuális karakternek tartanak. A filmet rendező Jonathan Demi egyébként réges régen kijelentette, hogy Jim Gamb nem meleg, de azt ő is belátja, hogy rendezőként ott hibázott, hogy ezt a filmben nem hangsúlyozta ki eléggé. Demi Bill karakterét úgy látja, hogy gyerekként sokat bántalmazták, ezért felnőttként megutált önmagát, és mindent megtesz azért, hogy mássá váljon. Ezért aztán számára az, hogy nővé válhat, egyet jelent azzal, hogy megszabadul a múltjától is. Demi elismeri, hogy akkoriban nagyon kevés pozitív szerepben feltűnő meleg karakter volt a filmekben, ezért nem volt szerencsés Billt is úgy mint aki a saját neméhez vonzódik. Szerencsére ezek a támadások mit sem koptattak a ma 30 éves film hírnevén, mely az évek során három folytatást, sőt két tévésorozatot is fiat, melyek közül a Hannibal Mess zennel a főszerepben szintén nagy rajongói tábort szedett össze három éves pályafutása alatt. A bárányok hallgatnak elképesztő sikerét azonban egyik folytatásnak sem sikerült elérnie, de talán ez nem is baj, mivel ez a film önmagában is megállja a helyét. Egy vérfagyasztóan izgalmas, horror elemekkel megspékelt krimi thriller, tele jobbnál jobb alakításokkal, ennél pedig nem is vágyhatnánk többre. Nektek melyik a kedvenc filmetek vagy sorozatotok a Hannibal Lecter köré épített történetekből? Kommentben várjuk a kedvenceket, és ha tetszett a videó, akkor nézzétek meg a hetedikről és a Schindler listájáról szóló hasonló szállításunkat. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!